Fucsovics Márton és Marozsán Fábián, a két legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező játszott 3 évvel ezelőtt a Marsó Teniszcentrum center pályáján. Ők ugyan nem lesznek itt Nyíregyházán, a vasárnap kezdődő 15 000 dollár összdíjazású ITF tenisztornán, de így is erős mezőny vág majd neki a versenynek. A profi karrier első jelentős lépcsőjének számító tornán a pénzdíj mellett 15 ATP ponttal is gazdagodik majd a győztes. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón a versenyigazgató arról beszélt, hogy a rendezéssel szintet lépett a Marsó Teniszcentrum. Ehhez rendkívül nagy civil összefogás szükséges. Szerencsére olyan emberek vesznek körül, akik megvalósították ezt az álmunkat, mert ez nem csak az én álmom, hanem a Marsó Teniszcentrum és a Nyíregyháza városvezetésének régi álma, hogy ilyen rangos tenisztornákat rendezzünk, és bízom benne, hogy idéntől hagyományteremtő módon fogunk tudni rendezni legalább egy ilyen rangos teniszversenyt. Óriási érdeklődés volt, több mint 500 jelentkező. Ugye a főtáblán 20 hely van, és a selejtezőből fel fog érkezni még 8 játékos, 64-es a selejtezőtábla. Drukkolhatunk a főtáblán 4 magyar játékosnak, köztük 2 nyíregyházának, Juhász Bencének és Pál Noelnek, és a selejtezőben pedig Závadszky Milán kapott lehetőséget. De egyébként főtáblára alanyi jogon felkerült az a fajta Péter, aki ezen a héten megnyert egy hasonló kategóriai szerb tenisztornát. A torna megrendezésében a Magyar Teniszszövetség is segíti a szervezőket. Nagyon örültünk neki, amikor a Marsó Teniszcentrum képviselői megkerestek minket az ő ötletükkel vezérelve, hogy szeretnének egy ilyen rangos eseményt megrendezni. Természetesen rögtön mögéjük álltunk, hiszen a teniszszövetségnek nagyon fontos lenne a jövőben, hogy legalább egy 8-10 hasonló versenyen tudják a legtehetségesebb, legtehetségesebb fiatalok megkóstolni, hogy milyen a profi tenisz világa is bekapcsolódni. Úgyhogy azon kívül, hogy természetesen szakmai segítséggel a verseny előkészítésébe folyamatosan kapcsolatot tartottunk, ezen felül nyilván egy anyagi támogatással is hozzájárul a teniszszövetség a verseny megrendezéséhez. Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy fél évtizedes előkészítő munkára volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen kategóriájú tornát meg tudjanak rendezni a városban. A Marsó Városi Teniszcentrum Egyesületnek adtuk át az üzemeltetést 5 éve, beindultak a kisebb-nagyobb fejlesztések, a legnagyobb tavaly volt, amikor 200 milliót nyertünk és fordíthattunk a teniszcentrumra. Itt ugye egy új lelátó épült, éjszakai világítás, pályák öntözése, kerítéscsere, hát ezek kellenek egy ilyen nemzetközi verseny megrendezéséhez, tehát most elértünk oda, hogy egy ilyen verseny, egy pénzdíjas nemzetközi verseny rendezésére kerülhet sor, ami nem csak egy sport, nagy sport esemény, nem is tudom, mikor volt egyáltalán volt-e ilyen Nyíregyházán, de hát ez a sportturisztikát is erősíti, mert nagyon sokan fognak jönni. A torna vasárnap a selejtezőkkel kezdődik. A 32-es főtábla játékosai először kedden lépnek a salakra. Amennyiben az időjárás is úgy akarja, a verseny döntője június 11-én vasárnap 16 órakor kezdődik, a végig ingyenesen látogatható Marsó Nyíregy Openen.